Vasárnapig 6 kupa győzelem állt a nyíregyházi női röplabda csapat neve mellett, legutóbb 2007-ben hódított el a Serleget az együttes. Az érdi fináléban az itthon évek óta egyeduralkodónak számító Békés Csaba volt a Hollósi László által irányított gárda ellenfele. Az elmúlt héten kinevezett szakember szerint agresszív játékuknak és a csapategységnek köszönhető, hogy 3-2-re legyőzték esélyesebb riválisukat. Az elejétől fogva tudtunk egy olyan agresszív stílussal fölállni a mérkőzésre, ami annyira nem ízlett a Békés Csabának, és ugye ez a második-harmadik játszmában ez ki is csúcsosodott, hiszen talán nem volt még olyan magyar csapat, aki ennyire dominánsan két játszmán keresztül tudta volna kontrollálni a Békés Csabát. Utána nyilván a negyedik játszmában még sajnos nem tudtuk befejezni, bár ott is irányítottuk végig a játszmát. Az ötödikben meg tényleg valami eszméletlen volt, amit a hölgyek csináltak. Sok finom apró részletből állt össze a dolog, tehát mentalitásban próbáltunk egy kicsit változtatni a lányokon. Voltak olyan új taktikai elemek, amiket bevetettünk, és egész jól működtek. Úgyhogy összességében tényleg, ahogy mindenki kiemeli, ez most arról szól, hogy egy nagybetűs csapat. A nyíregyházi hölgyek csak visszafogottan ünnepeltek a kupa győzelem után, mivel pénteken már a bajnokságban lépnek pályára. Hollósi László együttese a Vasast fogadja majd a Continental Arénában.